Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Meg fogjuk nézni ebben a videóban a Németországban kialakult káosz néhány részletét. Egy-két hírt szeretnék megmutatni különböző médiákból. Emellett találtam néhány érdekes videó részletet is, amelyet szintén meg fogok osztani, mielőtt ennek nekivágnánk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az elmúlt 50-60 év úgy hiszem, hogy demonstrálja azt, hogy az ember milyen hihetetlen szinten képes alkalmazkodni a kialakult, illetve a kialakuló helyzethez. Eljutottunk oda, hogy 100 évvel ezelőtt az emberek számára természetes volt az, hogy tehén szekéren, meg lovaskocsin, vagy lóval utaztak, gyalogoltak, illetve nem hagyták el a lakóhelyüket. I see everything. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm! Egy figyelmeztetés az, ami történik Németországban, hogy a rendszer, amit építettünk, az igencsak törékeny, és egyáltalán nem veheti senki készpénznek azt a kényelmet, amiben most része van. Függetlenül attól, hogy a többség nem hajlandó szembenézni ezzel a ténnyel. Gyerekek itt nem szoroznak. Oda beálltak keresztbe, a körforgalomba, a busz elé, meg a kocsik elé. És ez ugyanígy működik makroszinten is, azaz nagyban, mint ahogy itt láthatjuk mikroszinten, kicsiben. Az üveg nyaka, úgy hívják ezt a jelenséget. Elég elzárni a nyakát, teljesen mindegy, hogy mennyi folyadék van benne, ha rendesen elzárjuk, nem tud kijönni. Egy város le lehet zárni ilyen módon is. Néhány traktor elállja az utat, és kialakul egy káosz. Nemzeti szinten egyáltalán nem nehéz megérteni ezt, hogyha valaki akarja, nem kell közgazdasági diploma. Ha támogatnom kell a mezőgazdaságnak minden egyes ágát azért, hogy megéri abban dolgozni, az azt jelenti, hogy amúgy nem éri meg, és az árakat mesterségesen tartják alacsonyan. Ezt kvótának nevezik. Hogy kialakítsák ezt a képzetet, hogy mekkora fejlettséget meg kényelmet tudunk magunknak előidézni. It is a big idea. A new world order. Magyarán ők teszik tönkre azzal, hogy próbálunk átállni erre a környezetvédelem, tudomány, vallás által támogatott valamiféle új utopisztikus képzeletbeli fenntartható fejlődés programra. És ez egy program. Tehát az Európai Bizottság azt mondja, hogy úgy kell megvédeni a klímát, hogy rá kell szorítani az embereket arra, hogy minél kevesebb energiát fogyasszanak. Fütty és dudaszó. Itt az alternatíva, fordulhat az államhoz segítségért. Hogyha az állam úgy dönt, akkor jobbra megy, ha dönt, akkor meg balra megy. Az is egy megoldás. Teljesen mindegy, hogy ki miben hisz. Mindenki szolgál valakit. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.